Ez itt Bukoldami, az Egyesült Államokból, Floridából, és beszélgető társai. Magyarországról. Vermontból. Torontóból. Svédországból. Szingapúrból. Finnországból. Németországból. Franciaországból. A vírusjárvány mindannyiunkat érintett. Van, aki egyszerűen nem meri elhagyni a lakását, de olyan is van, aki nem hisz a pandémiában. Van, aki párját, szüleit, barátait vesztette el. Van, aki a munkáját, vállalkozását. Van, aki belefáradt, aki dühös, elvesztette türelmét. De olyan is van, aki pozitívan áll a helyzethez és előnyére fordítja. A Szó összehoz 115. felvételében Róka Zoltán elmondja, hogy ő hogyan használja ki ezt az időt, méghozzá Szomba-szigetén, Indonéziában. Hogy hogyan került oda? A következő beszélgetésből azt is megtudhatjuk. Róka Zoltán vagyok, Magyarországon, Kisvárdán születtem, már jó régen, 70-es évek közepe, 75, és Szomba-szigetén lakunk jelen pillanatban, Indonéziába. Mikor határoztál úgy, hogy elhagyod Magyarországot, Európát? Igazából én mindig lehet azt mondani, hogy nagy csavargó voltam, tehát én több helyen éltem már, vagy elég sok helyen jártam. Mivel a munkám olyan volt már Magyarországon is, hogy ipari alapintechnikával foglalkoztam. Ilyen magas házakon, vagy magaslati pontokon történő munkavégzés. Például az én cégem csinálta a rózsáktarai templomnak a külső felújítását, adótornyokat csináltunk, még annak idén a Pannon GSM volt, meg a Vestel, ezeknek a kábelezését, antennázását, meg festését, meg mindenféle ilyen dolgokat csináltunk. Akkoriban ez egy elég jó dolog volt, ilyen építőipar tulajdonképpen. És a téli időszakban kevesebb munka volt, tehát megengedhettük úgy magunknak, hogy utazzunk olyankor. Nem azért, mert sok pénzünk volt, hanem azért, mert sok időnk volt. És akkor én éltem Amerikába, éltem egy kis ideig Tájföldön, jártam India, Nepál, meg így mászkáltam össze-vissza. Magyarországon rettentő sokat dolgoztam, tehát 7 napból 7-et és 10 órákat, sőt nagyon sokszor volt olyan, hogy közel 20 órát dolgoztam, ha beleveszem azt is, hogy vezettem ugye, tehát munkahelyre vagy munkahelyről, és egy idő után feltette nekem konkrétan a barátnőm a kérdést, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire járható, és azt kérte tőlem, hogy legalább legyen egy szabad napunk, és akkor utána beláttam, hogy tényleg szerintem nem ez az életnek az értelme, hogy reggeltől estig dolgozunk és hajtjuk a pénzt, és akkor egyszerűen kiköltöztem Amerikába, mert az akkori barátnőm amerikai állampolgár volt, és akkor kiköltöztünk. Már előtte is voltam kerékpárral Amerikába, egy kerékpártúrát terveztünk oda, mondjuk nem az lett belőle a végén, de elég sok helyet bejártunk. Aztán mikor kimentem, akkor igazából nem dolgoztam ott kint alpinistaként, tehát nem ezt a szakmát vittem tulajdonképpen, hanem ott abból próbáltam meg én, vagy abból éltem meg, amit megtakarítottam még Magyarországon. Aztán utána mindig vállalkoztam, mindig csináltam valamit, de általában Magyarországon, tehát ez nagyon érdekes. Egyedül Indonézia az, ahol elkezdtünk hivatalosan is úgymond dolgozni, tehát rendesen vízummal, munkavállalói vízummal és ilyenekkel. Tehát a többi országban nem dolgoztam. Magyarországon kerestem a pénzt, és akkor ott elköltöttem. Én nem nagyon szeretem a telet. Tehát az alpinisták télen nem nagyon tudnak úgy dolgozni. Hideg van, fúj a szél, nem nagyon mehetsz fel olyan magasra, ugye, tehát ez nagyon-nagyon macer, és akkor inkább ilyenkor elmentünk Tájföldre, vagy elmentünk Indiába, vagy elmentünk valahova, és akkor addig se kellett foglalkozni ugye az ottani dolgokkal. És amikor jött a tavasz, akkor általában visszamentünk, általában március-április környékén mentünk vissza Magyarországra, és akkor lehet azt mondani, hogy kezdtük akkor már a munkát, tehát az alpintechnikai munkát. És 2007-ben, ha jól emlékszem, akkor jöttem először Balira, Indonéziába, ugye, és az annyira megtetszett, hogy onnantól kezdve mindent ahhoz hasonlítottam, és hát az volt a terv, hogy minden télen jövünk majd Balira, nyáron pedig ugye Magyarország, de egyre többet tartózkodtunk Indonéziába, és egyre kevesebbet tartózkodtunk utána Magyarországon. Aztán egyszer csak úgy döntöttünk, hogy akkor fél év itt, fél év ott. Aztán ez nagyon hamar megváltozott, most már szinte csak itt vagyunk, tehát körülbelül 4 éve nem voltunk otthon. De tervezzük majd hazament, csak ugye most ez a vírus miatt, ez most így elég körülményes. Valahogy így jutottunk ide. Először Balira, utána Bali kezdett ugye nagyon
turistás lenni, meg nagyon zsúfolt lenni, meg számunkra elég koszos is, és foglalkoztunk ilyen export-importtal, meg konténereket küldtünk, van saját márkánk, van webshopunk, meg boltunk is, meg ilyenek. És hát ugye az árubeszerzés az úgy nézett ki, hogy Indonézián belül, amúgy is kíváncsiak voltunk nagyon sok szigetre, hogy milyen különbségek vannak, milyen népcsoportok vannak, és sorolhatnám. Tehát én itt szigetről szigetre jártam. Most ugye 10 000 szigetről beszélünk, tehát 18 000 szigetről beszélünk Indonéziába, és alapvetően nagyon hasonlít a meg egymáshoz, de mégis más. Aztán egyszer valahogy kiukadtam, amíg Szumba szigetén, már nem nagyon emlékszem egyébként, hogy miért, de azonnal feltűnt, hogy ez lényegesen tisztább, sokkal kevesebb turista van, a természeti értékei azok kimagaslóak, tehát nagyon szép vizesések, nagyon szép lagunák, fantasztikusan szép tengerpartjai vannak, és hát lehet azt mondani, hogy akkor nyitották meg a nagy közönség előtt, én így szoktam fogalmazni, körülbelül 5-7 évvel ezelőtt durván, és akkor úgy döntöttem, hogy Baliról szeretnék váltani Szumbára, hiszen akkor lehetett látni, hogy nagyon jó befektetések vannak, nagyon-nagyon jó lehetőségek vannak, ugye egy induló szigetről beszélünk, ami hát mai napig nincs taxi például, meg nincs kocsma, és még sorolhatnám, holott egy kétszer nagyobb szigetről beszélünk, ugye, mint Bali. Eleinte még én jöttem csak ide, a család az otthon maradt, hiszen mikor ide jöttem, akkor még egy nagyon pici repülőtér volt hetente, vagy 2 hetente volt egy járat, nem lehetett autót bérelni, nem lehetett motort bérelni, mert nem volt, aki kiadja bérbe. A legelső alkalom azt hiszem lóháton mentem be konkrétan a repülőtérről Vaiengapuba, úgyhogy gurulós bőrön, de hogy hátizsákkal már nem is emlékszem, akkor eldöntöttem, hogy soha többet nem ülök lóra. Ezek ilyen pici lóak egyébként. Én ilyen 100 kiló vagyok, aztán hamarabb beértem volna gyalog, a végén az kiderült. És megérkeztem ide, és akkor ugye a családot nem tudtam magammal hozni, mert szállásokat nagyon nehezen lehetett találni, mert ahhoz képest, amennyi turista már akkor jött ide, tehát milyen pár tízezerről beszélünk, tehát nem volt annyira nagyon számottevő, de ahhoz képest nagyon kevés szállás volt, tehát nagyon kevés szoba volt. És ami volt, az irreálisan drága volt, és borzalmas minőségűek, tehát csótányokkal, meg pottyantós vécével, meg ilyenekkel, és egy ilyen szállásért is elkértek általában éjszakánként több mint 10 000 forintot, azért már Balin azért egy elég jó szállás lehetett kapni. Tehát én itt egyedül jöttem, itt voltam, itt tudom én egy hétvégét elkezdtem akkor keresni a lehetőségeket, és akkor onnan felépítettük ezt az egész dolgot, amit most csinálunk igazából. Aztán utána már Balin fel is adtuk a legtöbb érdekeltségünket, és azóta itt vagyunk. Amerika nem tetszett, viszont Indonéziát megszeretted, és úgy döntöttél, hogy akkor az lesz az a hely, ahol le fogsz telepedni? Igen. Amerikában elég sok időt eltöltöttem, tehát ott iskolába is jártam, viszont annyira nekem nem tetszett, pedig ott bejártam több mint 40 államot. Aztán a végén Lake Oswego-ba, Oregonba laktam viszonylag sokáig, de annyira nekem az nem tetszett. Utána Magyarország, utána ugye volt Anglia, hát Anglia sem tetszett, ott az időjárás volt az, ami annyira nem tetszett. Tájföld az még nagyon-nagyon tetszett, tehát az volt a második helyen ugye Tájföld vagy Indonézia, de Indonézia egy picit többet nyújtott nekem, úgy éreztem, és akkor döntöttem igazából Indonézia mellett. Utána volt még India, elmentünk egy pár hónapot, eltöltöttünk Indiába és Nepába is, már akkor a párommal. Kimondottan azért mentünk oda, hogy meg szeretné nézni, hogy az számunkra mennyire élhető. Na most Indiába találtunk egy helyet az Andaman sziget világba, az lett a második igazából a sorba, tehát azt mondtuk, Indonéziába megpróbáljuk, és ha Indonézia nem jön össze, akkor az Andaman sziget világba, kis Andaman szigeteken kezdünk magunkkal valamit. Szintén úgy volt, hogy fél év Magyarország, fél év az Andaman szigeteken, de hát Balin bejöttek a számításaink. Nagyon-nagyon megszerettük, tehát egy hihetetlen jó közeg, egy nagyon-nagyon kellemes környezet, jó az idő, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy január vagy december van, mert bármikor lehet menni úszni, mindig süt a nap, nagyon kedvesek az emberek, körülbelül azt kaptuk, amit vártunk igazából. Amerika miért nem tetszett? Amerika, én nagyon-nagyon szeretem a természetes dolgokat, én nagyon-nagyon szeretem a kézműves dolgokat. És számomra Amerika a Tesco, a plasztik, a mű, és Indonézia az meg a kézművesség. Amerika számomra, tehát senkit nem akarok megbántani, tehát eszem ágában nincs, biztos nagyon sok ember jól érzi ott magát. Számomra Amerika egy nagy lufi, ami bármikor kibukkanhat.
Tehát az, hogy az embereknek rengeteg hitelük van, rengeteg tartozásuk van, semmiük nincs, de azt hiszik. Mikor Amerikába kimentem, ugye azt hallottam, hogy Amerika mekkora szabadság. Aztán akkora csalódás érte az embert, mert hogy szerintem a világon a legkorlátoltabb ország, ahol én eddig jártam. Mondjuk nem voltam minden országban. Tehát Amerikában, ha ki van írva az, hogy speed limit 55, és te 57-tel mész, akkor véged van. Amerikában megmondják neked azt is, hogy a kereszteződésnél merre nézzél először, merre nézzél másodszor. Ha betartod azokat a szabályokat, ami mások hoztak valamiért, mert ők úgy gondolták, akkor egy élhető ország. Viszont én úgy éreztem, hogy ott nekem meghal a lelkem. Itt Indonéziában teljesen máshogy működnek ezek a dolgok. Eleve nem értek egyet azzal a bankrendszerrel, ami a világon van. Tehát rólam tudni kell, hogy én soha nem használok bankkölcsönöket, sem hiteleket, sem kölcsönöket, tehát semmit. Én ezt tanultam otthon, addig nyújtózkodjam, addig a takaród ér. Tehát ha nem tudok megvenni valamit, akkor nem veszem meg. Ha nincs pénzem nagyházra, akkor veszek kicsi házat. Most Amerikába meg megpróbálják veled elhitetni azt, tehát én úgy érzem, hogy teljesen hülyének nézik az embereket, hogy megtehetsz mindent, megvehetsz mindent, tök mindegy, mert te csak egy szám vagy a gépezetbe, és majd fizeted meg, fizeted, ha tudod, de ha nem, akkor semmi baj, mert majd úgyis a bank elveszi. És az amerikai ember szerintem a legkiszolgáltatottabb emberek között van. Például itt Szumba-szigetén én találkozok itt olyan emberekkel, akik a hegyekben élnek úgy, hogy a fővárosban még nem jártak. Mindent megtermel magának, mindent meg tud csinálni szó szerint, tehát a házat megépíti, az élelmiszert, a vizet, a mindent, az utolsó dologig képes, te úgy önfenntartóan megélni, hogy családokat eltartani, gyerekeket eltartani. Amerikában ez már régen nincs meg. Egy picit foglalkozol a pénz dolgokkal, hogy a pénznek az értéke, meg milyen fedezet van mögötte, meg sorolhatnám, akkor az ember rájön, hogy már régen nincs annyi fedezet, a dollár mögött sincs, mint amennyinek kellene lenni. Tehát az egész egy nagy lufi, bármikor kipukanak, de ettől függetlenül Amerika egy gyönyörű ország, nagyon-nagyon szép természeti értékekkel, csak nekem nagyon-nagyon mű az egész. És elveszti azt a természetes varázsát, ami Indonéziában megvan. Tehát akkor Indonéziába könnyebb volt beilleszkedni is. Nem volt nehéz itt sem beilleszkedni, meg ott sem volt nehéz beilleszkedni. Tehát nekem nagyon nagy szerencsém volt Amerikával is, meg mondjuk mondhatnám Angliát is, mert nekem amerikai állampolgár volt az akkori kedvesem. Nagyon hamar befogadtak, tehát alig, hogy kimentünk, egy pár hét múlva volt autó, meg házom, meg minden, ami szemszájnak ingere, sőt, egyből felvettek iskolába, tehát viszonylag gördülékenyen mentek ott a dolgok. Abszolút nem volt nehéz beilleszkedni. Barátokat találtam a barátnőmnek a társaságából. Nem volt nehéz egyáltalán, viszont ott nem foglalkoznak úgy egymással az emberek, mint mondjuk itt Indonéziában. Itt sokkal másabb. Balin is viszonylag hamar befogadtak minket, én úgy érzem, meg úgy Indonéziában is. Szumbán talán még hamarabb, vagy még jobban. Szerintem ez abból adódik, hogy ugye egy keresztény szigetről beszélünk, mi is keresztények vagyunk, így nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. Milyen nyelven beszéltek a szigeten? Indonézul beszélnek, ebből is az idősebbek szumbanézul beszélnek, tehát ez egy dialektus, ami az ős szumbanyelv úgymond. Angolul nem nagyon beszélnek, vagy nagyon-nagyon keveset beszélnek igazából, de alapvetően indonézzal meg tudod értetni magad a legtöbb helyen. Nekem a kislányom is 3 nyelven beszél. Én csak magyarul beszélek hozzá, mert én ragaszkodtam hozzá, hogy tudnia kell a gyermekemnek magyarul. Az anyukája csak angolul beszél hozzá, és ugye az iskolába, az óvodába a személyzet, akik körülvesznek minket, ugye az meg indonéz, ezért ő 3 nyelven beszélt már tökéletesen a 3 éves korában is. De leginkább indonézul próbálunk meg kommunikálni. Feleséged magyar származású? Ő magyar származású, de Angliában él, tehát ő már angol-magyar állampolgár, kettős állampolgár. Te ott tanultál meg indonézul, vagy már hamarabb készültél az útra, vagy kitelepedésre is? Nem, itt, ami rám ragadt igazából, de be kell vallanom, hogy 3 közül én beszélek legrosszabbul indonézul, amitől az teljesen anyanyelvi szinten beszél indonézul, klár is. Tehát nagyon jó nyelvérzékük van. Engem megértenek, de ők sokkal jobban tudnak beszélni. Te is, Zoli, és a hivatalos dokumentumokat a letelepedéshez, munkavállalói engedélyt, az mennyire? Az borzalom. Tehát Indonézia arra van kitalálva, és arra szerintem a világon az egyik legjobb hely, hogy gyertek ide nyaralni. De abban a pillanatban,
hogy valamilyen papírmunkát kell itt intézni. Mi ugye hivatalosan csináltunk itt céget, mi hivatalosan vagyunk itt, nekünk munkavállalói vízumunk van, nekünk cégünk van, ráadásul egy PTPM-ánk. Ez egyetlen olyan cégforma, hogy nincs szükségünk indonéz tulajdonos társra. Viszont ez nagyon drága, meg borzalmas macera. Ez tényleg sírva intézi Klárika, mert én az első, nem tudom, azt hiszem 2-3 év után én azt mondtam, hogy ezt én nem tudom tovább felvállalni, mert ez valami hihetetlen. Egyszerűen már nem darabra nézzük a papírokat, hanem szó szerint kilóra, hogy mi az, amit még meg kell szerezni, még milyen engedéken borzalom. Ez valami iszonyat. De hát ha hivatalosan akarsz, törvényesen akarsz csinálni dolgokat, akkor nincs más választásod. Viszont az egy egész embert kíván. De mi viszonylag nagy projekteket csinálunk, lehet ezt mondani. Klária feleséged. Igen is, meg nem is. Ha engem kérdezel, akkor én azt mondom, hogy igen, a feleségem. Ha Klárit kérdezel, akkor ő azt mondja, hogy nem. Ennek pedig az az oka, hogy én elvettem őt feleségül, de Pápuán volt az esküvőnk, az Aszvat törzsnél, tehát akit úgy ismernek, hogy ők a kanibárok. Tehát nekünk ott volt egy hivatalos, a helyi Aszvat törzs szerinti szokások szerint egy esküvőnk, vagy egy ilyen házasodás-szerű dolog, viszont nem mentünk el még Magyarországra is beírni a nagykönyvbe, ahogy szokták, és nincs beírva az útlevelünkbe, meg ilyenek. Tehát ha engem kérdezel, akkor én azt mondom, hogy igenis tudok küldeni az esküvőnkről fotókat, ahol fűszoknya van rajtunk, a dzsungel közepén is ott nősülünk, van törzsi nevünk, engem a törzsfőnök fogadott örökbe, az én törzsi nevem Akum, Klárit egy másik család fogadta örökbe, ő is kapott törzsi nevet, ő a Beverminen, tehát volt egy ilyen szertartás, volt egy ilyen dolog, de nem hivatalos, tehát Magyarországon ezt nem ismerik, sőt, tulajdonképpen szerintem annál az egy törzsnél fogják csak elismerni. Ahhoz, hogy ez hivatalos legyen, be kellene menni Magyarországra, és akkor ezt a anyakönyvvezetőnél, vagy polgármesternél, nem is tudom, hogy ennek a merete ezeket így kitölteni, vagy a nevemre vegyem Klárit. Tehát ez azért van így, mert ott szerettetek volna összeházasodni. Így van. Ez azt mondta, vagy ott, vagy sehol. Tehát ez volt a nagy álmom. Ez olyan, mint az Amerika. Tehát ha Amerikába elmész egy esküvőre, ott minden tökéletesnek kell lenni, ott mindennek kell lenni. Tényleg, a szemszájának ingere. Viszont az nem arról szól, amiről számomra kellene, hogy szóljon. Én nekem, ha lesz esküvőm, akkor én olyan helyen szeretnék megnősülni, ahol nem az a lényeg, hogy most milyen sütemény van, ahol nem az a lényeg, hogy van-e Coca-Cola, milyen juice van, vagy van-e narancsita, vagy nem tudom, hanem sokkal fontosabb az, hogy egy olyan természetközeli környezetben legyek, egy olyan természetközeli néppel legyek, akik együtt tudnak élni a természettel, és nem a pénzről szól. Így sem volt olcsó, persze, azért repülőjegyeket vettünk, meg oda mentünk, és ez nem is tudom, azt hiszem egy hétig tartott ez az egész. Repülővel elmentünk, azt hiszem, hogy Agacból csónakot béreltünk, akkor utána béreltünk egy másik kis csónakot, bementünk a dzsungel közepébe, és akkor ott a helyi törzsnél, ugye ott maradtunk egy kis ideig, ott meg volt az örökbefogadás, tehát ez hosszú idő volt, meg jöttek velük barátaim, tehát nem volt olcsó, viszont nem voltak ott a szüleink természetesen, mert tehát hova hívod őket, hogy hívod meg őket. És akkor szóba jöttek ugye a tuaregek, akkor szóba jöttek a busmanok, mert ők még ilyen természetközeli nép, akit nem rontott meg még ez a... Ez olyan, mint a Facebook, tudod, hogy nekem nem az volt a lényeg, hogy megmutassam, hogy én nekem, hogy tudom én, 6 fajta dinnye van. Hát voltunk Indiában olyan lagziban, ami több napon keresztül tartott, és több ezer vendég volt, és látszott, hogy nem élvezik, nem boldogok, mert már régen haza szerettek volna menni, és inkább nyug volt nekik ez az egész, de tényleg popcorntól kezdve külön gyümölcsös pútig minden volt, ami elég idegen volt számomra. Én ezt szerettem volna, és akkor Klári, hát szerencsére olyan párom van, aki azt mondta, hogy jó, beleegyezik, és összeismerkedtünk valahol egy, hát azt hiszem Balin egy olyan lányjal egy társaságba, aki pont Pápuáról származik, tehát Pápuán született, és vannak ott ismerősei, meg a dzsungelbe is, és addig-addig beszélgetett vele Klári, míg a végén lett belőle egy ilyen szervezkedés, hát ez hónapokon keresztül ment, mert ugye nem az van, hogy felhívom őket mobiltelefonon, vagy Facebookon küldöm meg egy üzenetet, hanem beszéltünk valakivel telefonon, az csónakkal bement a dzsungel közepére, beszélt a törzsfőnökkel, az mondott egy választ, akkor az egyszer csak visszajött, és akkor így mentek az üzengetések, aztán itt lett belőle egy jó kis házasság, amire én fantasztikusan jó kedvel gondolok vissza, és a hatalmas nagy kaland volt. Tehát az egy hét alatt, amit ott voltunk, volt minden. Ott volt, hogy kalózok előtt bujkáltunk egy katonai hajóval,
volt, hogy a helyi maffia főnök bezsarolt minket, hogy fizessünk neki 400 000 forintot, mert nem leszünk biztos, és sorolhatnám. Úgy utólag ezek azért megszépülnek, ezek az emlékek. Egy utólag azt mondom, hogy fantasztikus élmény volt. Visszatérve a letelepedéshez, munkavállalói engedélyhez, az eredeti alapfoglalkozásod az azért nem igazán beleillő a képbe. Egyáltalán. Én nagyon sok mindennel foglalkoztam. Tehát nekem az a szerencsém, hogy én egy nagyon nyitott gyerek voltam a világ életemben. Tehát nekem már, mikor kijöttem Balira, akkor Magyarországon volt telefonboltom, nekem volt buvár végzettségem már akkor, volt alpintechnikai végzettségem, volt pilóta jogosítványom, sárkány repülőztet, tehát annyi sok mindent csináltam, annyi tapasztalatom volt, hogy én mikor kimentem Balira, én akkor sem azon gondolkodtam, hogy én mit fogok dolgozni. Én 46 éves múltam, ez azt jelenti, hogy egy 30 év az, amit lehet azt mondani, hogy már dolgoztam, de nekem még soha nem volt munkahelyem olyan, hogy én elmentem valakinek dolgozni. Tehát ugye nem is emlékszem igazából ilyenre. Én mindig vállalkozó voltam. Tehát én azt tudtam, hogy ha Balin akarok csinálni valamit, akkor úgy is fogok találni egy olyan lehetőséget, amivel vállalkozni fogok. És sikerült is, mert megérkeztünk Balira, akkor felmértem a lehetőségeket. Hát ugye feljöttek az alapdolgok, amik mindenkinek, ugye kávézót fogsz nyitni, meg éttermet. Ezeket annyira nem akartam. Én csináltam egy üzleti tervet, ugye, hogy körülbelül mit fogok csinálni, és meg kell mondjam, azt csinálom, amit akkoriban leírtam, csak egy picit nagyobba. Legelőször az volt, hogy kibéreltünk egy házat, akkor még lehetett ilyet csinálni, van, most már nagyon ellenőrzik, és nagyon-nagyon szigorúan bánnak ezekkel, ki is utasítanak egyből. Tehát béreltünk ott egy házikót, egy viszonylag lerobbant házat, azt én kibéreltem, kifestettünk, meg konyhát csináltam benne, meg melegvizet, meg fürdőszobát csináltam, és a többi, és a többi, és akkor csináltam belőle egy ilyen, hát guest house, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de kiadtam két szobát. Tehát volt három szobánk ott, abból kettőt kiadtam, egybe laktunk mi, és akkor jöttek a fiatalok, és az olyan nagyon jól beindult, hogy lehet azt mondani, hogy szinte 80-90%-ban teltházunk volt. Tehát nagyon-nagyon jól ment, és akkor onnan váltottunk egy nagyobbra, akkor már sikerült kibérelni egy úszómedencés villát, ami lényegesen jobb volt, na akkor már ki tudtam rakni Bookingra, meg Airbnb, meg a többiek, és akkor abból szépen úgy meneteltünk előre. Aztán utána meg ugye sikerült Szumbán a mostani üzleti dolgokat szépen úgy megcsinálni. Ugye elkezdtük megcsinálni a céget, akkor én, mikor szembesültem azzal, hogy ide jövök Szumbára, és nincs hol aludnod, nem azért, mert nem vagy hajlandó kifizetni, az amúgy is nagyon drága bérleti díjakat, hanem azért nem tudsz hol aludni, mert konkrétan nincs szoba. Rájöttem, hogy hát itt sokkal jobb üzleti döntés az, hogyha itt épít az ember egy villát, mint Balin, hiszen Balin rettentő nagy konkurencia van, igaz, hogy sok turista is megy, de nagyon nagy a konkurencia, tehát ott olyan szállodák, olyan villák vannak, hogy valami eszméletlen. Ugyanakkor Szumbán nem volt konkurencia, aludnom kell valahol, és akkor elkezdtem építeni, vettem egy kis telket, elkezdtem építeni a villa, amit lát, akkor azt felépítettem, akkor az elég jó lett. Az elmúlt két évben Szumba legszebb villája volt. Nekünk volt először itt jacuzzink, meg nekünk volt itt a környéken úszómedencénk először, még most sincs egyébként sok belőle, és akkor én közben ugye ezt mind bázisnak építettem, tehát úgy gondoltam, hogy akkor ez lesz a bázis, de bármikor kiadjuk, mert közben a tengerparton is vettünk egy több hektáros közvetlen óceánparti területet, meg tengerparti területet is. Elkezdtük akkor ott egy reszortot építeni, ott mostan van étterem, most készült el az úszómedence, meg az edzőterem, meg a bár, meg 20-valahány ház van már most ott is lent a parton. Tehát így szépen menetelgettünk előre. Az elég sok mindent megcsináltunk, hál' Istennek. És mennek a látogatók? Nem, hiszen Covid van. Mikor nem volt Covid, nekünk körülbelül 85%-os kihasználtság mellett működött a villa, ami szerintem borzasztóan jó. Mikor én felismertem azt, hogy akkor hát itt Covid, és le van zárva, és nem jönnek a turisták, én tulajdonképpen le is zártam, tehát nem is fogadok most turistákat, mert pont most van az az időszak, amikor én tudok fejlődni. Pont amit az emberek csinálnak, hogy most eladnak, és jaj, veszékelnek, hogy úristen, Covid van, és most mit fogunk csinálni, én halunk, meghalunk. Itt a világ vége, én pont az ellenkezőjét csinálom. Én most kezdtem el igazából vásárolni olyan dolgokat, amiket most
más emberek, akik bedőltek a bankok miatt. Én ezért nem bírom a bankokat, mert ugye most akinek bankhitele van, és neki van egy szállodája, vagy neki van egy reszortja, vagy egy villája, nem tudja fizetni, hiszen nincs bevétele. Rá van kényszerítve arra, hogy rengeteg pénzt belőlt, és el kell adni olcsón, mivel hogy nekem ilyen nincs. Nincs ez a nyomás, én most inkább fejlődni tudok. Én Covid alatt vettem autókat, csináltunk automotorbérlő céget, van egy csomó kis motorunk most már, sőt, vettünk egy pár darab hajót, speedboatot, meg vitorláshajót, és most én építkezek, és valószínű, hogy egy ilyen előnyitást a reszortnak már meg tudunk csinálni. Hát február környékén, és Indonézia azt mondta, hogy áprilisra lesz olyan állapotban, amikor tudja fogadni a turistákat. Lenne foglalásunk egyébként Magyarországról is, de azért mondjuk vissza, mert most dolgozunk, tehát rettentő sokat dolgozunk. Van egy YouTube csatornánk, Lukasz Zoltán Szumba, azon ott rettentő sok videót találsz rólunk, az építkezésekről, hogy haladunk, drónfelvételeket, szinte úgy nőnek ki a házak, mint a gomba. Úgy hallom, hogy megtaláltad a helyedet. Figyelj, félreértés ne essék, nekem vannak házaim Magyarországon is. Tehát én, hogyha most összepakolunk és hazamegyünk Magyarországra, nekem otthon áll a garázsba a kocsim, nekem ott van a kulcsom, bemegyek a saját házamba, kinyitom, ott van berendezve, bekapcsolom a fűtést, és tudom otthon is magyarul élni tovább az életemet. Hál' Istennek mi nem adtunk fel sehol semmit, és addig maradunk itt is, ameddig élvezzük. Tehát minden évben felteszem Klárikámnak a kérdést, hogy tud-e jobb helyet ettől. Mert ha tud olyan helyet, ahol úgy gondoljuk, hogy boldogabbak lehetünk, akkor költözünk oda. Tehát én nem ragaszkodom Indonéziához, hogy úristen, én most itt akarom leélni az egész életemet. Ráadásul ugye van egy 6 éves kislányunk, akinek szeretnénk megmutatni valamilyen szinten a világot, és ha esetleg ő azt fogja mondani, hogy valahol máshol szeretne élni, vagy hogy ő úgy gondolja, akkor még az sem kizárt, hogy váltunk. Tehát nincs ez kőbevésve, csak ameddig szeretjük, addig itt maradunk. De így is jöttünk az elején. Tehát mi úgy jöttünk ide, hogy addig maradunk, ameddig élvezzük. Aztán azóta eltelt 10 év, vagy 15, nem is tudom mennyi. Az iskolázását a lányodnak hogy látod? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert apácák tanították eddig, mint kisiskolás volt. Nem nagyon tudjuk még, mert most lenne ugye első osztályos, de ezzel pont az van, hogy egy olyan időszakba kerül be iskolába ez a covidos időszak, amikor lehet azt mondani, hogy van is iskola, meg nincs is iskola. Nagyon sok minden van, amit tetszik ezekben az iskolákban. Az egyik az, hogy nincs akkora hatalmas nagy követelmény, mint mondjuk Európában. Tehát a gyerekek szívesebben járnak be iskolába, a gyerekek inkább játszanak, kevesebbet tanulnak, napra leszámítva, viszont itt szombaton is járnak iskolába, de mondjuk ő bemegy reggel 8-ra, már 10 órakor általában otthon szokott lenni. Nagyon kedvesek a tanárok, jobban odafigyelnek a gyerekre, valahogy sokkal személyesebb kapcsolatuk van, meg mi próbálunk még foglalkozni külön is vele, tehát én próbálok magyarul is tanulgatni vele, az anyuka próbál ugye tanulni vele angolul is. Hát nem tudjuk még egyenlőre. Tehát itt is van egyébként egyetem, most 3 nemzetközi egyetemet építenek éppen Szumbán, de 2 éves korától mániája volt, hogy baleréna lesz. Hát azzal gondba voltunk, mert ugye nem sok balettintézetet lehet találni Szumbán, de ő annyira fejébe vette, hogy ő nagyon baleréna lesz. Aztán szerencsére ez most kezdett elmúlni, most éppen karate is akar lenni, úgyhogy most karatézni jár a kislány, de viszont karate klubok vannak itt. De azért biztos, hogy találnék olyan dolgokat, amiket egy bizonyos szigeten nem lehetne megoldani. Mekkora ez a Szumba? Mesélj egy picit a szigetről. Szumba. Indonéziához tartozik, Bali és Ausztrália között található viszonylag nagy sziget. 2-szer akkora, mint Bali. A népessége viszont lényegesen kevesebb, tehát ilyen 600 ezeren laknak itt egy 2-szer akkora területen, mint Balin, és nagyon érdekes, mert tavalyi évben a világ legszebb szigetének választották német turisták szavazatai alapján. Itt található a világ legszebb ekoreszortja, a Nihivatu, ami hát nem is tudom, az elmúlt több évben ő hozza el folyamatosan ezt a díjat. Egy olyan sziget, aminek az az egyik különlegessége, hogy több mint 80%-a keresztény, ez teljesen egyedülálló, Ázsiában nem is nagyon tudok még egy ilyen szigetet. Természeti értékeit tekintve gyönyörű szép tengerpartok, a lagunáktól a vizesésig minden megtalálható, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy Szumbán nem találsz kocsmát például. Jelen pillanatban nincs még itt sem McDonald's, mi a fővárosban vagyunk Vaingapuba, de itt nem tudom megcsinálni azt, hogy elmegyek, eszek egy pizzát, mert nincs pizzéria.
nem tudom megcsinálni azt, hogy elmegyek a Mekibe, megeszek egy hamburgert, mert nincs. Tehát nagyon-nagyon sok minden hiányzik még innen. Most épül a nemzetközi repülőterük. Az elmúlt 5 évben hihetetlen változásokon ment keresztül, tehát hihetetlen fejlődéseken ment keresztül. Mondom, mikor én ide jöttem, akkor nem tudtál autót bérelni, most már legalább vannak autók, meg vannak motorok, lényegesen több, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt. Áram most már lehet azt mondani, hogy szumban a legtöbb helyen elérhető. Az utakat azt most fejezték be a tavalyi évben, tehát most már viszonylag jók az utak is. Tehát egy nagyon-nagyon komoly potenciál van ebbe a szigetbe, én úgy gondolom. Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül is egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.